Jó napot kívánok! Kávai Bozsó Ildikó vagyok, a Horgosi Kárász Karolina Általános Iskola kispiaci tagozatának magyar tanára. Külön szeretettel és tisztelettel köszöntelek benneteket, ötödikesek, ugyanis ez a nyelvtanóra nektek szól. Veletek fogunk dolgozni. A mai témánk a magánhangzók helyesírása. Helyesírásról lesz szó, de ne ijedjetek meg. A magánhangzók helyesírását ismeritek már, most közösen végig fogunk barangolni ebben a világban is. Szükségetek lehet egy ceruzára és egy papírra, hogy a feladatokat megoldjátok nem csak gondolatban, hanem gyakorlatban, írásban is, még mielőtt én elmondanám a helyes megoldást. Úgy készítettem el ezt a mai közös munkát, hogy azért gyakorlatokon keresztül tudjuk levonni a nyelvtani szabályokat, vagy következtessünk a helyesírás szabályaira. Mielőtt elkezdenénk a magánhangzók helyesírását, gyorsan fussuk át, hogy milyen magánhangzókat ismerünk. Ugye a magyar magánhangzókat egy-egy betűkkel jelöljük, ezt már tudjuk, és nézzük akkor az ABC sorrendjében a magánhangzókat. Fújjátok is már, amit ide rakunk a lufikba, hogy A, Á, E, I, 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 O, U, Ö, Ő, U, U, üh, ő. Tehát itt láthatjuk, és tudjuk is a magyar magánhangzókat. A számukat is ismerjük, hogy hány magyar magánhangzók van. Fújjátok biztosan, hogy 14. A magánhangzókat csoportosíthatjuk is, az szerint, hogy rövidek vagy hosszúak. A rövid magánhangzóak ők az e, i, i, o, u, ü, ö, tehát látjátok is a lufik egyik csoportját, már oda is írtam nektek, vajon a hosszúak melyikek? Ez nem egy nagy feladat, tehát tudjuk, hogy a hosszú magánhangzók az á, é, í, ó, ő, ú és az ű. A magánhangzók írásakor bizony ezek az ékezetek, a hosszú, illetve rövid magánhangzók okozzák a kicsi problémát, tehát ezeknek a jelölésére kell figyelnünk. Hozom is a példát, amikor megnézhetjük, hogy mire kell odafigyelnünk. Itt van egy mondat, Ödön Óbudáról ismét levelet írt Ilonának Írországba. Keressünk hibákat, helyesírási hibákat benne. Ha megnézitek, akkor szinte azonnal látjátok, és én is most hozom is a bekeretezett résszel, hogy mik a hibák, látjátok. Helyesen az Óbudáról, tehát ott hosszú az ó. És itt van az Ilonának szó esetében az i, amikor a nyomtatott i betűre, a rövid i-re nem teszünk pontot. Ezt gyakran látom, hogy tévesztitek. Jegyezzük meg egyszer is mindenkorra, hogy a rövid i betű, a nagy rövid i betűn nincsen pont, viszont ha Írország, ugye hosszú i, akkor arra kitesszük az ékezetet. Tehát itt a szabály, hogy a magyar magánhangzókat a jelölő nagy betűkre is mindig ki kell tenni az ékezetet, kivétel ugye csak a nagy i betű, aminek a nagybetűs alakjára nem teszünk pontot. A következő szabály, amire figyelni kell, hogy a magánhangzók helyesírásakor legtöbbször hagyatkozhatunk a kiejtésünkre, tehát egy általános kiejtésnek megfelelő alakja van. Nézzük akkor, hogy itt a hozott példák közül melyik a helyes, oda hozunk egy pipát, amelyik pedig helytelen, az ejtésünknek megfelelően írva helyesen odaírjuk. Háztól. Persze, hogy ez jó, tehát itt minden rendben van. Az olba szóban már érezzük a hibát, helyesen az úlba. Lehetőség, ugye érzitek, hogy nem helyes így, lehetőség. Egyelőre már látjuk, hogy ez bizony hibás, helyesen egyelőre, a szól szó pedig helyes, oda is írhatjuk a pipát. Orakkor, ugye érzitek, hogy ez nem így van,
órakor a helyes megoldás. Nevelő szintén hibás, mert benne bizony hosszú az ő, nevelő a helyes. Jövő, helyes így? Ugye érzitek, hogy nem? Jövő a helyes alakja. Tombol, itt viszont nem így írjuk, hanem tombol a helyes, a tolod pedig helyes, és oda húzzuk a pipát. A magánhangzók helyes írásánál bizony ezek az ékezetek tudnak gondot okozni. Erre hoztam egy kicsit játékos példát, hogy ha ékezettel megváltoztatjuk a következő szavak jelentését, akkor egészen más szót kapunk. Ezzel a feladattal arra szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy soha ne legyetek figyelmetlenek, mert a magánhangzó időtartamának fontos nyelvi szerepe van. Tehát akár mást is jelenthet egy szó. Például az akar, hogyha egy ékezettel megváltoztatjuk a jelentést, tése is változik, és akár lesz. A verem vajon hogyan változhat? Várok egy kicsit, de mutatom, ugye vérem. És nem mindegy, hogy alom a szó, amit leírok, vagy a mondatban épp az álom szó kell. Eleget, ha változtatunk rajta egy ékezettel, akkor eléget lesz az alakja. A halas, mind a kettőre tehetek ékezetet, hálás lesz. A szeles, ékezettel megváltozva, széles. És ez a legérdekesebb példa, ugye, hogy nem mindegy, hogy valaki örült, vagy éppen őrült. Szüret, ha megváltoztatjuk az ékezeteket, akkor szűret, és ez egész más szót jelent. És örök valami, vagy őrök. És a zug, ez a pici helyiség jelentése teljesen megváltozik akkor, ha azt mondom, hogy zug. Tehát figyeljetek arra, hogy figyelmetlenségből vagy sietés esetén mindig azért nézzük meg, hogy ott van-e a magánhangzón az ékezet, mert bizony furcsa jelentések születhetnek, ha erre nem figyelünk. A következőkben sorra vesszük azokat a magánhangzókat, aminek rövid és hosszú változata is van, és vajon itt milyen törvényszerűségnek, milyen helyesírási szabálynak tudunk megfelelni. Természetesen mindig vannak kivételek. Na most nézzük először az i és az i magánhangzókat a szavakban. Megtanulhatjuk, hogy a szavak végén álló i legtöbbször rövid. Hoztam néhány példát, a kifli, kicsi, mari. De hogyha egy szótagú a szó és az i az utolsó, az viszont már hosszú, a gyi, a ri és a si szavakban. Talán a si az, amit leggyakrabban használtok. És a következő szabályban is megegyezhetünk, hogy amikor egy tagú szóban van i, az akkor legtöbb esetben hosszú. Hogy minél többet találkozzunk, játszunk egy picit, pótold az utolsó sorból a hiányzó betűket, tehát a fönt megvan az első kettő, tehát látjátok, hogy az i az egytagú szavakban belül mindig hosszú. Például itt a csi, p, amit ki tudunk egészíteni, a következő díj, a szó, amit ki tudunk egészíteni, gyík, várok egy picit, hogy odaragd, hogy híd, de ha a hír változatát mondtad, vagy jutott eszedbe, akkor sem tévedtél. A következő mondjuk a kín. Itt van egy újabb szó, amiről eszedbe juthat a síp, vagy a sír alak. A tíz, víz és a zsír. Tehát ezekben mindig hosszú az i. Pótolt, hogy rövid vagy hosszú i kerül a következő szavakba. Igyekeztem olyan szavakat hozni, aminek néha, ugye, ha kiejtem, akkor kétségeim lehetnek, de nektek most már ne legyenek. Tehát beszéljük meg, hogy helyes. Vigad vagy vigad?
Bizony, a rövid változat. Irigy vagy írigy, tehát ez lesz az irigy, a színes vagy színes, színes. Végigolvasom a szavakat, hogy a jó rögzüljön bennetek, vigad, irigy, színes. Következő oszlopban dicsér vagy dícsér. Várok egy picit, de remélem érezted benne, hogy dicsér. Irogat vagy írogat? Írogat a helyes. Híres vagy híres? Híres. Tehát dicsér, írogat, híres. Az utolsó oszlopnál döntsünk róla, vajon sima vagy síma? Sima. Finom vagy finom? Finom. És kísér vagy kísér? Kísér. Tehát sima, finom, kísér. Talán ezek azok a szavak, amelyek néha gondot okoznak. Innestől kezdve legalább ezeket biztonsággal tudjátok majd írni. Ha tovább maradunk még annál a szabály megismerésénél, hogy hogyan írjuk a rövid, illetve hosszú íket a szavakban. Vannak olyan igéink, ami ít toldalékot kapnak, és akkor nézzük meg ebben, mi a szabály. Hoztam nektek egy keresztrejtvényt, biztosan szerettek keresztrejtvényt fejteni, ez egy egyszerűsített forma, csak függőlegesen kell kipótolni a sorokban a hiányzó betűket, a meghatározásokat itt láthatjátok, és ha nem jönnétek rá a szabályra, hogy az ít végű igékben hogyan írjuk az ít rövid vagy hosszú változatát, akkor a vízszintes sorban megkapjuk a választ. Én azt gondolom, mert egészen sokat magyaráztam, és tudjuk is a megoldásokat. Fát vág az első függőleges sorban, az más szóval, rokonértelmű szóval kifejezve, és legyen benne ige, a hasít. A tanít, látjuk, itt végül ige, más szóval mondhatjuk úgy is, hogy okosít. A harmadik, a rászorulók mellé áll, ha igével fejezem ki, azt mondom, hogy segít. Csinosít, ez is itt végül ige, tehát már itt is megfigyelhetjük az írását, de mondhatjuk úgy is, hogy szépít. Talán ez egy kicsit nehezebb szó, ont, zúdít a megoldás, és változtat valamin, ez pedig az újít. Látjátok, a példákon keresztül is, és ki is jött nekünk a megfejtés, hogy az igékben az ít toldalékot mindig hosszú ível írjuk. Következő magánhangzó csoport az oh, ó, öh, ő a szavakban, illetve a szavak végén hogyan írjuk. Van egy ilyen szabály, hogy a szavak végén mindig hosszú az ó és az ő. Ritkán használjuk a no, nona kifejezést, ebben rövid, de az összes többiben hosszú. Tehát ha az a feladat, hogy az oszlopokból választjuk ki, hogy melyik a helyes megoldás, az olló vagy az olló, akkor a gyorsan végigfutod, ugye mindig azt a szót kell bekeretezni, amiben a hosszú, a magánhangzó a szó végén, ha az ó és ha az ő. Tehát itt vannak a megoldások. Olló, golyó, autó, holló. A szőlőnél, ugye mind a kettőnél ott hosszú volt a szó végi ő, a szőlőben ugye mind a két ő hosszú, tehát azért kellett így dönteni, hogy jól döntsünk. Vajon a szóban hogyan alakul a hosszú vagy a rövidség az oh-nak az, és az őnek? Ezek megint olyan szavak, amikben néha dilemmát okoz. Tehát nézzük, hogy a posta, hogy helyes, tehát posta, mókus, árbóc, gombóc. Az oh, ő így helyes, nézzük az ő, őt, rendőr, kör, vagy kör, tehát a kör a helyes, előtt, vagy előtt, az előtt a helyes,
és a bőrönd, vagy bőrönd, vagy bőrönd, tehát bőrönd. Remélem, jó megoldásokat adtatok a feladatnak. A következő az a szavakban. Hát melléknevek végén biztos tudjátok, hogy mindig hosszú az ú és az ű. Hosszú, savanyú, szomorú, áru, keserű, gömbölyű, jószívű, sűrű, tehát itt nincsen gond vele. Az egyszótagú főnevek végén is mindig hosszú az ú és az ű. Viszont a főnevek végén is legtöbbször hosszú az ú és az ű, itt viszont vannak kivételek, és ezeket a kivételeket érdemes megjegyezni. Itt vannak a szavak, és ugye megnézzük, hogy mik a kivételek, amiben rövid a szó végén az ú és az ű, kapu, alku, áru, eskü, hamu, bábú, batyú. Tehát ezekben oda kell figyelni, hogy itt nem érvényesül az a szabály, hogy a szó végén hosszú az ú vagy az ű. És hoztam még néhány kivételt, falu, daru, menü, kenu, saru. Gyakoroljuk ezeknek a helyesírását is, helyezzük a megfelelő szót a mondatba. Pincér, mi a mai menü? Egy kenu siklik a folyón. Ez egy takaros kis falu. A képen a nő lábán saru látható, ez egy érdekes lábbeli, hoztam is a képet, és a daru a gerendát. A daru gerendát emel a magasba. Tehát figyeljétek meg ezeket a szavakat is, érdemes megjegyezni, hogy hogyan írjuk őket. Ha jól figyeltél, akkor tudod most már a helyes választ az oszlopokban, hogy vajon rövid ú vagy hosszú ú kerül a szavakba, illetve ugyanez az ü és az ü esetében. Hagyok egy icipici gondolkodási időt, nézzük meg, tehát jön az, hogy fiú, hattyú, ugye a szavak végén hosszú az ú, a batyú, ez a kivétel, itt rövid. Az áru, vagy áru, ha áru melléknév, akkor hosszú volna, de itt van a főnév, hogy áru. Karcsú melléknév, hosszú benne az ú. A következő szónk a gyűrű, hosszú benne az ű. Az eskü, emlékeztek, ez az a kivétel, amikor rövid az ű. Sűrű melléknév, biztos, hogy hosszú az ű benne, akár csak a keserűben, mert melléknév, és a gyönyörűben is, mert melléknév. Az ú és az í és az ű, ha hosszú a szavakban, akkor a toldalékos esetekben van némi ingadozás. Vannak olyan szavaink, amiben a toldalékoknál sem történik változás, szín, színes, színész, hús, húsok, húsos vagy gyűjt, gyűjtemény. Vannak olyan szavaink, amelyek bizonyos toldalékolásoknál veszítik el a magánhangzó hosszúságát, például a tíz, tízet, tízen, benne hosszú az í, de a tizedik, tized, ott már rövid. Érdemes ezeket megjegyezni. Húsz, húszra, huszas, huszadik, de huszonvalahány, ott már rövid benne az ú. És a tűr, tűrt, igékben ugye hosszú az ő, de már a türelem, tűrtőztet, ott rövid. Ha ezekre odafigyelünk, nem fogunk tévedni. És van még egy problémás eset, amikor vannak olyan szavaink, amelyben szabályos változást mutat a főnevekben az, hogy mikor rövidül meg a benne levő hosszú magánhangzó. Hoztam nektek ezt a kis segítséget, a kéz-kezet szabály, hogy ott nem nehéz eldönteni, hogy a toldalékos alakban é vagy el van benne, tehát kéz, miben, kézben, milyen kézi, de mit, kezet, többes számba kezek, vagy milyen kezes. Ha ezt a szabályt megjegyezzük, akkor a víz, vagy út, tűz, ahol ez a szabályos változás megtörténik, akkor nem fogunk tévedni. Tehát nézzétek, csak víz, vízben vízi, és mit, vizet, tehát a kezet szabály, ott már rövid az í, vizek, vizes. Ugyanez van az ú esetében, út, útban úti, de mit? Utat, utak, utas.
vagy tűz, tűzben tűzi, mit, tüzet, tüzek, tüzes. Ezeket érdemes megjegyezni, gyakorolni, és a kéz kezet szabályt használni. Ha szeretnétek még több helyesírási szabályt olvasni, akkor a figyelmetekbe ajánlom a Magyar Helyesírás Szabályai könyvet, vagy interneten is megtalálhatjátok a szabályokat, helyesírás.mta.hu weboldalon, és a hangjelölés címszó alatt találjátok meg a magánhangzók helyesírására vonatkozó szabályokat és példaszavakat. Ha gyakorolni szeretnétek még, akkor az iskolás gyakorló könyvetekben, a magyar nyelv gyakorló nyelvtanában a 87. 88. oldalon találtok feladatokat, illetve ha internetes játékokat kerestek, akkor a WordWard oldalon számos ide vonatkozó játékot találtok. Remélem, hogy sikerült egy picit elkalauzolni benneteket a magánhangzók helyesírásának rejtelmeiben. Én megköszönöm a megtisztelő figyelmeteket, és további jó tanulást kívánok!